Az Ószövetség ismerte a prófétákat, s mit jelentett ez? Ez azt jelentette, hogy maga az Úristen volt az, aki egy feladatot adott Isten népén belül valakinek, és ezt a feladatot csak is ő teljesíthette, ő volt az, aki jogosult volt a feladatnak az elvégzésére. Hát azt mondottam, hogy nem csak az létezik egy közösségen belül, hogy kiemelünk valakit, hanem létezik egy ezzel ellentétes dolog is, tudnélik, amikor a közösségen belül mindenki ugyanazt a feladatot látja el, és éppen ezért legalábbis annak a bizonyos feladatnak az ellátásában senki nem kerekedhet a másik fölé. Miért mondtam ezt? Azért mondtam, mert Joel prófétának a könyvéből olvastunk fel egy részletet, és ennek a prófétai jövendőlésnek, amely az utolsó időkre vonatkozik, illetve amelynek a megvalósulását a pünkösdi eseményben is látjuk, ennek éppen abban van a lényege, hogy Isten az új szövetségi időkben nem választ ki senkit arra vonatkozóan, hogy eltöltse őt a lélek, hanem azt mondja Joel próféta, hogy a messiási időkben, az új szövetségi időkben mindenki megkapja azt a lelket, amely egykor eltöltötte a prófétákat, és aminek alapján a próféták szóltak Isten választott népéhez, amelynek segítségével a próféták közvetítették Isten választott népe számára magának az Úristennek az üzenetét. Ez a prófétai könyv részletezi is a dolgokat, mert azt mondja, hogy a lélek kiáradása tekintetében nem lesz semmi különbség az apa és a gyermeke között, nem lesz semmi különbség az öregek és a fiatalok között, sőt, még arról is beszél, hogy ez egy olyan valami lesz, amely a társadalomnak a tagoltságát is feloldja. Mert hogy mindenféle társadalmi rendben különbségek vannak az emberek között, vannak szegények, vagy vannak gazdagok, különböző módon tagolódik az emberi közösség, és ez a prófétai jövendőlés azt mondja, hogy a szolgákra is kiárasztja Isten a maga lelkét, és a léleknek a kiáradásán keresztül valamilyen csodálatos egység fog megvalósulni azon emberek között, akikkel ez megtörténik. Pünkösd vigíliáján szoktuk olvasni Joel prófétának a jövendőlését, jelezvén azt, hogy pünkösd ünnepén megünnepeljük mindazt, ami benne van ebben a prófétai jövendőlésben, és most itt a bujáki templomban bérmálás alkalmával olvastuk fel Joel prófétának a jövendőlését tekintettel arra, hogy a bujáki közösség számára most történik a bérmálás szentségének a kiszolgáltatása, és ez gyakorlatilag azonos a pünkösdi eseménnyel. Ebben a jövendőlésben, amelyet elolvastunk, van egy másik nagyon elgondolkodtató dolog, amely talán elsősorban a fiatalokat érinti, de mindenkinek mindenkor nagyon hasznos, ifjúkorban is, felnőtt korban is és idősebb korban is. Tudnélik az, hogy különböző kapcsolatok léteznek, és lehet olyan kapcsolat, amelyet úgy nevezhetünk, hogy közvetlen kapcsolat, egymással való közvetlen kapcsolat, de lehetnek olyan emberi kapcsolatok is,
amelyekről azt mondjuk, hogy ezek távolságtartó emberi kapcsolatok. Azok az emberi kapcsolatok, amelyek közvetlen emberi kapcsolatok, nagyon sok mindent feltételeznek. Két ember közel kerülhet egymáshoz fizikai értelemben, például akik egy családot alkotnak, egy családi otthonban laknak, ezek fizikai értelemben közel vannak egymáshoz. Aztán az egy további kérdés, hogy vajon lelki értelemben is közel vannak-e egymáshoz. Az már nem egészen biztos. Vagy amikor fiatalok valamiféle kapcsolatot keresnek, vagy valamiféle kapcsolatot létesítenek, akár arról a kapcsolatról legyen szó, hogy egy férfi és egy nő kapcsolatba kerülnek egymással, ez a kapcsolat is lehet pusztán testi kapcsolat. Egyáltalán nem biztos az, hogy ők lélekben is közel kerültek egymáshoz. És azt gondolom, hogy az emberi életben vannak nagyon megtévesztő dolgok, mert esetlegesen az ember gondolhatja azt, hogy ha fizikai értelemben közel került a másik emberhez, akkor ő lelki értelemben is közel van hozzá. Pedig nem így van, jól tudjuk. Még egy családon belül sem feltétlenül így van, és nem feltétlenül így van ez a dolog egy férfi és egy nő között, akárhogyan is alakítják a saját kapcsolatukat. Az, hogy lélekben, szellemiségben egymáshoz közel kerüljünk, és közvetlen kapcsolatunk legyen, azért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és lelkileg egy nagyon magas szintre kell eljutni az embernek, hogy ez megvalósuljon. Megint fölteszem a kérdést, miért mondtam ezt? Azért, mert a Jóistennel való kapcsolat is lehet egy távoli kapcsolat, és lehet egy közvetlen kapcsolat is. Istennel szemben is lehetünk távolságtartók, és kerülhetünk a Jóistennek a közelébe is. És ennek a prófétai jövendőlésnek, amelyet Joel prófétától olvastunk el, az egyik lényege éppen abban van, hogy meg fog szűnni a prófétaságnak az ideje, amikor Isten kiválaszt egy-egy embert, és egy embernek a közvetítésével juttatja el a többi emberekhez az ő üzenetét, mert Joel próféta jövendőlésének éppen az a lényege, hogy álomlátások lesznek, látomások lesznek, azaz nem lesz szükség egyetlen embernek sem arra, hogy ő közvetítőt keressen az Istennel való kapcsolatban, mert maga az Úristen olyan dolgok által valósítja meg a közvetlen kapcsolatot az emberrel, ami az embernek, mondhatnám, a pszichéjében, az embernek a lelkében fog végbe menni. Hát az álomlátás az egy olyan dolog, hogy az csak az látja, aki álmodik. A szomszéd asszony az már nem látja, hogy én mit álmodtam, de még az se látja, aki ugyanabban a házban tartózkodik. Az egy annyira személyes dolog, ami csak is az illetőnek a lelkében, csak is az illetőnek a fantázia világában, csak is az ő belső világában zajlódik le. És ebben a tekintetben nagyon érdekes a látomás is, mert mi az a látomás? A látomás nem az, hogy most látom ezt a templomot, hogyan van kifestve, hanem a látomás az azt jelenti, hogy nem a fizikai szememmel látok valamit, nem a biológiai szememmel látok valamit, hanem ettől a külső környezettől függetlenül meglátok valamit, hogy így mondjam, egy belső látással. Joel prófétának a jövendőlése tehát azt mondja, hogy az újszövetségi időkben
Isten és az ember között a Szentlélek Úristen által lesz egy egészen közvetlen kapcsolat. És ez az egészen közvetlen kapcsolat valami olyan lesz, ami az embernek a lelkében zajlódik le, és ettől közvetlenebb kapcsolatot nem lehet egyszerűen kialakítani. Hát elgondolkodhatunk azon, hogy egyáltalán mi emberek egymással mennyire tudunk közvetlen kapcsolatba lépni, vagy mennyire vagyunk távolságtartók, ez kérdés mindenféle közösség számára, akár a családi közösség számára, kérdés egy-egy egyházközség számára is, hogy az ottani hívek mennyire vannak közvetlen kapcsolatban egymással, és persze vallásos szempontból a legnagyobb kérdés számunkra, hogy Istennel közvetlen kapcsolatban vagyunk-e, vagy pedig távolságtartók. Hát nyilván távolságtartó a jó Istennel szemben, aki például soha nem imádkozik. Vagy távolságtartó a jó Istennel szemben, aki soha nem jön el a templomba. Vagy távolságtartó a jó Istennel szemben az is, aki soha nem járul szentségekhez. Na de még az is előfordulhat, hogy formaliter ugyan itt van a templomban, de a gondolatai egészen máshol járnak, minek következtében nem jön létre az Úristennel való közvetlen kapcsolata annak, aki netán beült a templomnak a padjaiba. Tehát ez a közvetlen kapcsolat kérdése, ez egy nagyon fontos kérdés számunkra. Aztán ismét vissza kell térni Joel prófétának az eredeti gondolatához, amit az első sorokban olvastunk, hogy ugye ez érinti a léleknek ez a kiáradása a fiatalokat, az öregeket, tehát nincsen korhosszabbva, férfiakat, nőket, nincsen, ez se nem a férfiak sajátossága, se nem a nőké, hanem mindenkinek a sajátossága, és ugye az is szerepel benne, hogy még a szolgák is részesülnek ebben az ajándékban, tehát társadalmi osztályhoz sincsen kötve. Ez pedig azt jelenti, hogy a keresztény közösségnek van egy egységesítő elve. Ez az egységesítő elv, ami által mindannyian egyek leszünk, elsősorban a keresztség szentségében valósul meg, mert a Szentlélek Úristen ott kezdi bennünk a maga munkálkodását, és mindannyian, akik a keresztség vizében a Szentlélek kegyelméből újjászülettek és Isten gyermekeivé lettek, azok egymással tökéletesen és teljesen egyenlőek. A teljes egyenlőség valósul meg. Lehetnek társadalmi különbségek az emberek között, de ennek a vallásos közösségben, amennyiben a mi hitünket éljük, nem lehet nyoma. Mert hiszen akik Jézusban újjászülettek, azok egymáshoz tartoznak mindenféle különbségtétel nélkül. És a bérmálás szentségére vonatkozik, hogy ez a szentség tulajdonképpen a keresztséghez csatlakozik, és a keresztség szentségében megkapott kegyelmeket tökéletesíti, teljesebbé teszi, mégpedig azáltal, hogy az ember adni tudja azt, amit ő kapott. És hogyha valamiféle egységet keresünk, amit joggal kereshetünk, vannak tanítók és vannak tanítványok, és a tanító meg a tanítvány nem biztos, hogy egyforma lehet, vagy azonos súlyú lehet, de ha azt veszük, hogy a tanítvány adni tudja azt, amit ő a tanítótól kapott, akkor bizony a tanító és a tanítvány már egyé lettek. És a bérmálás szentségének az egyik lényeges vonása, hogy a Krisztushoz való tartozásunkat is tökéletesíti,
Egyszerűen azért, mert a tanúság tételre hívja föl az embernek a figyelmét, illetve erre ösztönöz bennünket, ez pedig magyarul azt jelenti, hogy a keresztség szentségében megkaptuk az Isten fiúságnak az ajándékát, újjá születtünk Krisztus Urunknak a példája szerint, mondhatnám, Krisztus titokzatos testének a tagjaivá váltunk, Jézus az Isten fia, mi is Isten gyermekeivé váltunk, és amit az Úr Jézus adott nekünk az ő egyházán keresztül, a Szentlélek Úristen segítségével ezt tovább is tudjuk adni, és amennyiben tovább tudjuk adni, akkor váltunk nagykorúakká. Lehet ezekkel a szavakkal játszani, hogy mindenki nagykorú, akit megbérmáltak, hogy így mondjam, létrendi vagy ontológiai szempontból igaz is, gyakorlatilag viszont akkor válik igazzá, ha valaki képes arra, hogy a krisztusi tanítást a saját embertársai körében tovább adja, és így ő valósággal Krisztus titokzatos testének a tagja legyen. Lehet folytatni ezeket a gondolatokat a sátoros ünnepnek a tanításával, mert hiszen arról olvastunk, hogy ott a vízmerítés szertartásával kapcsolatban elhangzik az ígéret, ami a Szentlélekre vonatkozik, hogy aki az Úr Jézushoz tartozik, és részesül a Szentlélek ajándékaiban, annak a szívében az élő víz forrásai fakadnak. Biblikus szempontból különbséget teszünk az élő víz között, illetve a ciszternákban gyűjtött víz között. Az élő víznek megvan a maga sajátossága, de egyáltalán a víznek van sajátossága. Nagyon egyszerű, abban van a sajátossága, hogy próbálja ki valaki, hogy 3 napig vagy 1 hétig nem iszik vizet. Ha 1 hétig nem iszik vizet, akkor megrendelhetjük a temetést, de már hamarabb is. Tehát a víz az életnek a fenntartója, és amikor az evangéliumban ezt olvassuk, hogy az illető embernek a szívéből a Szentlélek ajándékai révén az élő víz forrása fakad, az kettőt is jelent. Egyszer, hogy ott van benne az ő szívében az élet, mondhatnám Joel próféta jövendőlésének a beteljesedéseként, hogy közvetlen kapcsolatban van az illető Istennel, mert a Szentlélek által az Isten a maga ajándékait kiárasztotta az ő belső világába, az ő pszichéjébe. Ezért van neki egy közvetlen kapcsolata az Istennel, és ha ez a közvetlen kapcsolat megvan, akkor az illetőnek a szíve, hát tudjuk jól, ez is egy jelképes kifejezés, mi a szíven általában azt szoktuk érteni, hogy az érzelemnek a központja, nem így a Biblia. A Biblia a személyi központjának tartja a szívet, tehát amennyiben az Isten a maga ajándékai által ott van, akkor az illető ember, mint Krisztus titokzatos testének a tagja, a saját szívéből tudja tovább adni azokat az ajándékokat, amelyekkel az Úristen ellátta őt. De a bérmálás szentségének a kiszolgáltatása előtt mondhatnám szívbéli jó kívánságom, hogy minél több közvetlen kapcsolatot tudjunk kialakítani családon belül, barátságokban. Aztán hát a legfőbb jó kívánságom, hogy a jó Istennel való közvetlen kapcsolatunkat ne veszítsük el, és ennek a legfőbb megvalósítója maga a Szentlélek, és ennek a közvetlen kapcsolatnak talán egy nagyon szép kifejezője az, hogy a Szentlélek Úristen a maga sugallatai által tanít bennünket, de ahhoz, hogy az ő sugallatait meghalljuk, megérezzük, ahhoz nem jó a távolságtartás.
ahhoz Istennek a közelében kell élni. És ezek után megköszönöm a plébános atyának, József atyának az itteni, meg a környező falvakban kifejtett lelkipásztori tevékenységét. Ugye valaha itt a környéken együtt is működtünk pászton. A hitoktatóknak a segítségét, a kedves szülőknek az áldozathozatalát, hiszen a gyermekeket fölnevelni, az egy 18 esztendőt jelent egy embernek az életéből, és bizony dicséret illesse mindenkit, aki komolyan vette a gyermeknevelésnek a feladatát, és főként komolyan vette azt, hogy a hitet és a vallásosságot is át kell adni a felnövekvő generációnak. És remélem, hogy a birma szülők is nagyon szépen teljesítik majd saját kötelességeiket. Amen. Kedves birmálkozók, mielőtt részesülnétek a...